A nyugalmazott tanár Juhász Csilla eredetileg a világ végére akart menni, erről tartott izgalmas előadást. A portugál kaland a Lisszabonbon nevet kapta. Azért bonbon, mert hogy a bonbon egy nagyon kicsi, de édes desszert, és a mi lisszaboni tartózkodásunk nagyon rövid idő volt, de meghatározó élményekkel teljes nyilván. Mióta nyugdíjas vagyok, azóta szeretnék többet utazni, mint amennyit korábban tettem, és mindig van néhány barát, aki csatlakozik hozzám. Katánia volt az első ilyen út egy éve, és fél éve voltunk Lisszabonban 4 napra, 3 éjszaka, és most Rómába készülünk, szintén egy páran, akit úgy összefogunk. Otthonosnak éreztem, tehát elég hamar átveszi az ember azt a jó hangulatot, ami a lassúságot, azt a hagyománynak és a modernségnek azt a kusza együttlétét, és hát varázslatosak a csempék és a mozaikok, amik tulajdonképpen a leginkább célom volt, hogy lássam őket. Meg a Tezsú, ugye ott van a tölcsértorkolatos folyó, amitől kicsit tengerérzése van az embernek a parton. Úgyhogy minden megvolt, amit én szeretek. Víz, sirályok, mozaikok, csempék. Úgyhogy nagyon gazdag 4 nap volt. Kimentünk Cabo da Rocára is, ugye a szárazföld legnyugatibb pontjára. Az volt az eredeti cél, hogy elmenjek a világ végére, és Lisszabon közbe esett, útba esett. Hát így volt. Most messze mentünk ezekért a csodálatos látványokért, de valóban azt gondolom, hogy a csoda elsősorban bennünk van, és az, hogy észrevesszük a környezetünkben, az valamennyire kegyelem, valamennyire az önnevelésnek a következménye. Az Európa legnyugatibb fővárosáról szóló teltházas eseményre érkező vendégek szívüket, lelküket feltöltve tértek haza szeptember 20-án.